Mindenkinek van legalább egy dolog, amitől életének egy szakaszában halálosan félt. Ez lehet a mumus, Slenderman, a figyelő, vagy tényleg bármi. És lemerem fogadni, hogy sokatok retteget benézni a szekrényébe, vagy az ágya alá, félve attól, hogy valami nem-e világi köszön vissza. Hát, lehet, hogy valósak voltak ezek a félelmek. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne egy teljes sziget társadalmának pusztulása, vagy az egyik legamorfabb gyilkos eredete, akkor tarts velem. Ugyanis elhoztam a Dead by Daylight háttérsztori következő részét a Goosebump mai videójában. Az előző részek hozzászólásai között már voltak páran közületek, akiket kifejezetten Dredge története érdekelt volna. És ha te is úgy vagy vele, hogy egy ilyen kinézetű szörnynek biztos valami epikus sztoria van, akkor jó felé kapizsgálsz. Ez teljesen mellékes egyébként, de amúgy azért ilyen jelenleg a hajam, mert hogy szeretnék egy képet csinálni. És ugye egy jó képért bármit. Ha pedig esetleg érdekelne a végeredmény, akkor mark.thegoose néven megtalálsz Instagramon. No de vissza a történethez. Dőljetek hátra, helyezzétek magatokat kényelembe, és minden a legnagyobb rendben lesz. Nekem elhihetitek. Jó borzongást! A Fold egy ismeretlen filantrópok által amerikai szigeten létrehozott gyülekezet volt. Az volt a céljuk, hogy létrehozzanak egy olyan közösséget, ami teljesen mentes a sötét gondolatoktól és érzelmektől, ezzel magukhoz csábítva a reménytelen és kiábrándult rétegét az ország társadalmának. Ez a megalakult, békeszerető közeg hosszú éveken keresztül pezsgő volt. Életteli. És vidám. A tagok önszántukból követték karizmatikus vezetőjük Otto Stemper szavait, aki azt tanította nekik, hogy a boldogság megőrzése az örömbeszéddel, meditációval és a folytonos jó gondolatmantrákkal érhető el. Azonban nem minden volt ennyire gyönyörű és idilli. Otto rögves száműzte azokat a követőket, akik bevallották, hogy sötét gondolataik támadtak, vagy elhagyta egy sötét szó is a szájukat. Úgy hívta bizalmi csapatát, hogy a Fold védői. Ők feleltek azért, hogy az engedelmetleneket kiírtsák a közösségből, és mindenkit legalább félszemmel figyelemmel tartsanak. Egy ember se gondolhatott, vagy mondhatott olyat, ami szembe menne Otto tanításaival. Hiszen sikerült létrehoznia egy közel tökéletes társadalmat. A szigeten lévő életet úgy lehet a legjobban körbeírni, mint egy utópikus álom. Legalábbis így volt egészen addig, míg nem a sötétség utat tört magának a spirituális réseken át, és a közösség tagjai rejtélyes módon kezdtek el sorra eltűnni. Nem is kellett sok idő, hogy a félelem rázárja szeptikus állkapcsát a szigetre. És innen már nem volt menekvés. A valamikor boldog sziget tagjai immáron házakba bújva kántáltak végső kétségbeesésükben különböző jó gondolatmantrákat. Meg akarták tisztítani a helyet az ismeretlen lénytől, ami szerintük figyeli őket napközben, és álmukban bekebelezi őket. Otto próbálta nyugtatni követőit. Azt mondta nekik, hogy néhány elégedetlen tag összefogott, és megidézték Druánét az örömkertben. Ahogy a Fold egyre inkább vált a félelem táptalajává, úgy Otto is rákényszerült szigorú szabályok meghozatalára. Az ottomariánusok nem hagyhatták el házukat. Ezzel minimalizálva az esetleges hamis információk átadását.
Továbbá tilos volt alvás közben sötét dolgokról beszélni. Úgy vélték, így kevesebb az esélye, hogy sötét álmokat engednek át a más világból. A szabadság és nyugodt alvás pedig hamar visszatért, amint Druani jelenléte már nem volt észlelhető a szigeten. Viszont az ottomariánusok továbbra is egymás után tűntek el. Otto összehívta az óceán partján a tagokat, és egy sikoltozó nőt állított a stég végére. Ott, a szakadó esőben, Otto elmagyarázta, bőrigázott, elidegenedett és kialvatlan követőinek, hogy a nő egy újságíró, aki csak azért jött a szigetre, hogy amit eddig közösen felépítettek, romba döntse. Ahogy néhány foltvédő fogta le a szökni próbáló nőt, a sztorka szakadtából ordibálta, hogy Otto közel sem olyan nagy lelkű, és egyáltalán nem az emberek megmentője, mint ahogy azt ő hangoztatja. Egy ősi szekta tagja. Egy olyan milliárdosokból álló exkluzív csoport tagja, akik ártatlan emberek, városok és egész országok megrontásában és feláldozásában lelik örömüket. Mindezt egy vén istenségre hivatkozva. Az újságíró azt is elmondta, hogy Otto senkit nem száműzött ténylegesen. Megkínoszta és feláldozta őket. És hogy vigyázzon minden hívő. Nem tudni, ki lesz a következő. Gondolkozás nélkül vágta el Otto a nő torkát, még mielőtt további hazugságokat tudott volna szónokolni. Amint az újságíró nyakához szorítva kezét a földre rogyott, Otto elmondta a zavarodott és rettegő hordájának, hogy a nő más engedetlen tagokkal együtt dolgozott, és minél előbb meg kell találniuk a többi rossz szándékú hívőt is, mielőtt Druani ismét elszabadulna a szigeten. Otto szavai a gyülekezet tagjait teljesen letaglózták. Olyan homályos mélységekből jött fel bennük ismét a félelem, amikről azt hitték, egy életre megfeledkezhetnek. Évek teltek el. Az elnyomott érzelmek egyre nehezebben lettek elfojthatóak, amint egy vastag köt kezdte körbeölelni a szigetet. Csak suttogás lehetett eleinte hallani. Majd a suttogásból rémült mantrák lettek. És a mantrákból sikolyok és átkok, ahogy minden egyes hívő egymást ogolta a sötét közeledéséért. A sűvítő szél és a zuhogó eső már mindennapossá váltak. A sikolyok és átkok egyre hangosabbak lettek, ahogy mindenki próbálta magában elnyomni a sötétséget. Azonban minél jobban próbálkoztak, annál hamarabb betegedtek meg. És pillanatokon belül tört át bennük a gát, szabadjára engedve az addig magukba zárt poklot. Otto végignézte, ahogy egykor reményteli és vidám közössége hirtelen erőszakban tör ki. De olyan mértékű agresszió valamivel eddig még nem találkozott. A Fold tagjai egymás gyanúsítva tépték szét és szedték darabokra otthonaikat és embertársaikat. Mindegy volt, hogy egy ütés által vesztette valaki eszméletét, vagy egy fogsor vájott egészen húsáig. Az eredmény volt a lényeg. Egymást ölték, ahogy utat tört magának bennük a pokol. És egy pillanatra sem álltak meg, hogy felnézzenek kedves és karizmatikus vezetőjükre, amint mosolyogva néz le rájuk, szemében ridegséggel, elégedettséggel és nulla sajnálattal. Amikor mindez véget ért, Otto érezte, hogy a nyikorgó, fából készült színpad remegni kezd, miközben egy egész varjúsereg körözött az égen. Majd elkezdett felemelkedni a föld. Épp mikor elvált volna a talaj többi részétől az emelkedő szegmens, hirtelen visszazuhant és egy sűrű, fekete massza keletkezett a helyén. Másodpercekkel később egy alaktalan képződmény vált ki a furcsa masszából. Egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Végignézett a bukott emberiségen. Egyszerre volt mindenhol és sehol.
Lassan járta körbe a mészárlás helyszínét, magába szívva minden felgyülemlett sötétséget, szenvedést, és közben istentelen hangokat adott ki magából. Jajgatások, sírások, segélykiáltások, utolsó lélegzetvételek, ünnepélyes hangok, halált imitálók, szinte már nem e világiak. Otto végignézte, hogy a képződmény kezd olyan alakot ölteni, mint amit ő is elképzelt. Mint amit elképzeltetett mindenkivel. Otto felé fordult a lény, és csak álltak egymással szembe hosszú pillanatokon keresztül. Majd a drüané arrébb vonszolta magát, és egyenesen belefolyt a fekete masszába. Visszatért a sötétségbe. Oda, ahonnan jött. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, sikerült téged is megborzongatnom, és most már minden világos Dredge történetével kapcsolatban. Kinek mondhatnám el következőnek a sztoriát? Írd le ötleted a hozzászólások között. Illetve, ha érdekelne, hogy mi történt a mészárlás után sok-sok évvel ugyanezen a szigeten, akkor érdemes lehet ránézned a Hadiról szóló videómra is. Ott aztán még többet megtudhatsz az esetről. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebumps YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!